felmegyünk a lépcsőre. Itt a Liegeben, város Bolóniában. Igen. Sziasztok barátom, itt vagyok Lawrence. Ezek a második videó, mikor csináltam, amit látogató Liegeben. Na, a következő hely ez a citadella, vagy a bástya. Mert ez valamit nagyon hat történelmiben itton a belga városban. Igen, na, látjuk milyen lesz a bástya. Arra, arra megyek és a bástya. Felmegyünk a lépcsőre. Igen, látod a stílusok, a kők, és igen. Ezek a hosszú utazása, amikor megyek és a bástyába. Igen, a belga hadtörténelemben a bástya volt az erősítés, amikor a németekkel jönnek 1914, és a belga katonák első Albert király kell harcolni a németek ellen az első napok, első év az első világháborúban. Na jó, csak keresem a nagy bástya. Itt van az emlékezés, mikor az első világháborús belga katonák, amit elhunyt a nagy háborúban a németek ellen, és négy év a nagy katasztrófa volt, amit emlékeznek a belga katonáknak. Na, meg kell keresni, hol van pontosan lesz a citadella vagy a bástya. Itt vagyunk rád. Itt van a bástya. Ezek a nagy bástya. Megépítették 1886, és az első világháború 1914, ott volt az ostroma. Itt hol volt az ostroma, megtörtént a belga katonák és a németek között. Húha! Húha! Ez nagyon hosszú utazás, mikor fázni, vagy fel sétálni a lépcsőre, amíg itt van. Itt van a bástya, a citadella. Igen, ez nagyon-nagyon sok történelem, amit megtörtént pontosan Liegeben, ahol a nagy csata volt nem csak a belga katonák és a német katonák között, de General Luma és Schnieffen között, mert a németek szerint ők döntök, hogy a Schnieffen tervezni, amikor támadó Franciaország ellen, és először ők támadó Belgium ellen. És itt volt, ott volt a történet megtörtént. Ez az első csata, vagy az ostroma a nagy háborúban, itt a nyugati Európában. És látod? Itt, ahol a puskák, ahol a meglövés, és igen, húha, nagyon nagy, mondjuk. Na jó, itt van az épület, ahol megnézni, és itt van szerintem ezek a tüzérség, a tipikus bástya tüzérség szerintem, és nagyon jó, úgy látod,